Én az elején szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött, vállalta, hogy ide Harangodra is eljön, elfogadva a meghívásunkat. Az előzményekről csak annyit szeretnék elmondani, hogy immáron hagyományok szerintének lehet nevezni ezt a bizonyos Harangodi Uniálisát a Szocialista Pártnak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hiszen már többedik éve kerül megtartásra, és hát egyelőre a időjárás is kegyes volt hozzá, mert minden évben jó időben tudtuk megtartani. Ennek értelemszerűen van kulturális és van politikai része is. A politikai rész az nagyjából egy fél óra múlva fog majd kezdődni, és azt nem tudjuk, hogy mikor fejeződik be, mert amíg beszélgetési kedve van kinek, addig ez tart. A mai eseményen két vendégünk van itt, ahogyan ezt láthatja, hogy mindenki mellettem. Egyrészt a Szocialista Párt elnöke Tóbiás József, aki, mint ahogy tudjátok, pontosan Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szülötte, hiszen domrádi származású Józsi, és itt van dr. Bogta László, aki ugyan nem megyünk szülötte, de ennek a rendezvénynek rendszeres... Innen jöttem a szomszédból. Innen a szomszéd megyében, hiszen Szolnokról indult, de ennek a rendezvénynek viszont rendszeres résztvevője Laci, ezért mind a kettőjüket üdvözlöm itt most, és akkor a szokásos módon mind a ketten az elején egy-egy témát érintenek, és azt követően pedig a kérdésekre van lehetőség. Én nem is beszélek többet ebben a mai körben, hiszen más alkalom, akkor van nekem miről beszélni, és van lehetőségem elmondani a kollégáknak. Köszönöm mindenkinek a figyelmét, Józsi, parancsolj! Én is üdvözlöm Önöket, jó étvágyat kívánok közben a reggelihez. Amikor egy sajtótájékoztató helyszínét választjuk, akkor pontosan tudnunk kell, hogy abban a térségben, abban a megyében milyen helyzet van. Ma Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű térségében jobban mondhatja az ember, hogy a 2016-os költségvetésben, ahogyan az elmúlt 5 évben világosan látszik, hogy a kormány leszakította Magyarországot Európáról és szétszakította a társadalmat. Olyan jövedelmi viszonyok alakultak ki Magyarországon, amelyek már a bérből, fizetésből élőknek sem biztosítja a megélhetést. Ezért a Magyar Szocialista Párt egy nemzeti béremelési programra tett javaslatot a 2016-os költségvetésben, amelynek az a célja, hogy egy gazdasági növekedés mellett fontos, hogy a nettó bérek növekedjenek Magyarországon. Ezért azt szeretnénk elérni, hogy nettó 100 ezer forint legyen a minimálbér, és nettó 125 ezer forint legyen a szakmunkás minimálbér. Mindezt úgy szeretnénk elérni, hogy a munkáltatóknak a terhei ne növekedjenek, és azt az igazságtalan egykulcsos adórendszert váltsa föl egy valódi közteherviselés programja, amely a tehetőseknek nagyobb felelősséget és több áldozatot, és a dolgozói szegénységet felszámolandó, viszont alsó jövedelem kategóriákban az átlagbér kétszereség viszont plusz, nettó plusz biztosítsa. Ez a vita zajlik az elmúlt 5 évben Magyarországon. Mindig azzal érvelt a kormány, hogy ez biztosítja az igazságosságot, és ez biztosítja a belső fogyasztásnak a növekedését. Ma világosan mutatják a számok, hogy Magyarországon a belső fogyasztás nem növekedett, az embereknek nincs több pénze, bármilyen csökkentésről is beszél a kormány, ma nehezebb megélni a megszerzett béréből az embereknek, mint az elmúlt 5 évben bármikor volt. Ez a helyzet tarthatatlan. Tarthatatlan, mert végérvényesen tudnak leszakadni térségek, települések, az ott élő emberek. A Magyar Szocialista Párt ezzel a nemzeti béremelési programmal több bért, több munkát és több biztonságot kíván adni választópolgároknak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen én is, Laci, parancsolj! Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit. Én is a költségvetés egy fontos elemével szeretnék röviden foglalkozni. Ugye bizonyára tudják, hogy a kormány a rendszerváltás óta példátlan módon előrehozta a jövő évi költségvetés vitáját. Ugye most zajlik lényegben a vitának az utolsó szakasza a parlamentbe. És a költségvetési vitának van egy olyan eleme, ami azt gondolom, hogy az ország ezen térségében, ebben a megyében különlegesen fontos. Március 1-től az Orbán kormány a Fidesz teljes egészében szétverte Magyarországon a szociális ellátó rendszert, megszüntettek minden korábban létező szociális támogatást és szociális segélyt, és azt a hazug demagóg rendszert vezették be, ami azt mondja, hogy a szociális segélyhez és a szociális támogatása, a rászorulóknak a támogatása az kizárólag a helyi közösségeknek a feladata, minden helyi közösség, minden település
olyan támogatást adjon a rászorulóknak, amilyet akar, olyan jogcímen, amilyet akar, és hát ugye a legnagyobb csavar a rendszerben, hogy azt mondják, hogy ennek a forrását is a helyi közösségnek, az önkormányzatoknak kell előteremteni, hiszen a kormány teljes egészében kivonult a szociális segélyezésből. Ez a rendszer március 1-én lépett hatályba, tehát immáron több hónapos tapasztalatunk van, és konkrét számok arra vonatkozóan, hogy ez mit eredményezett. Teljesen egyértelműen látszik, hogy sok tízezer magyar állampolgár, akinek szüksége volt a mindennapi megélhetéshez, a helyi közösség támogatására, elveszítette ezeket a támogatásokat. Ez az új rendszer óriási terhet jelent valamennyi település, valamennyi önkormányzat számára, nagyobb településekre, nagyobb városok, ha erőfelül is, de úgy, ahogy próbálták pótolni a kiesett állami támogatást, a kisebb települések, amelyeknek viszont semmiféle saját bevételük nincs, lényegében képtelenek ellátni ezt a feladatot. Márpedig, ugye megnézzük, Magyarországon a lakosság 40%-a él a létminimum alatt, és a döntő többsége kis településen él. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez a megye az országban kifejezetten a legnehezebb helyzetben van, hiszen nagyon sok kis település van, és a jövedelmi viszonyok is bőven az országos átlag alatt vannak, tehát jóval nagyobb arányba szorultak az emberek, vagy szorulnának most is a támogatásokra. A Szocialista Párt ezt érzékelt, ennek megfelelően parlamenti frakciónk egy módosító csomagot adott be a parlamentben, aminek az a célja, hogy legalább azon a szinten meg tudjuk tartani a szociális támogatási rendszer, segélyezési rendszer, mint ahogy ez Magyarországon korábban működött, ez pedig elengedhetetlen, hogy az önkormányzatoknak plusz forrásokat, utólagos forrásokat tudjunk biztosítani. Három elemét szeretném kiemelni ennek a költségvetési módosító csomagnak. Ugye a Fidesz az önkormányzati rendszer leépítésével jóval több forrást vett el, mint az állam által átvállalt feladatok, és ez nem jelentettek a költségvetésben, és ez nem pusztán arról szól, hogy állami támogatásoktól estek el az önkormányzatok, hanem korábbi önkormányzati bevételeket is államosítottak, így például a gépjárműadót, ami korábban 100%-ban az önkormányzatoknál maradtak. Mi azt kezdeményeztük a parlamentben módosító indítványként, hogy álljon vissza ez a rendszer, és a gépjárműadó, mint adóbevétel teljes egészében az önkormányzatok rendelkezésére álljanak. Ez például egy forrás oldala lehet annak, hogy tudjanak támogatást és segít nyújtani az embereknek. Ugyanúgy kezdeményezzük, hogy a helyben termelődő személyi jövedelemadóból is részesüljenek az önkormányzatok, és ami talán ennél is fontosabb, a kistelepülések számára egy kiegészítendő támogatást, úgynevezett kistelepülési pótlékot kívánunk bevezetni. Tehát azon települési önkormányzatoknak, ahol lényegében semmilyen lényegi helyi adóbevétel nem termelődik és képtelenek a rájuk testált szociális feladatokat ellátni, ezeknek az a költségvetési törvényben biztosítanánk a fedezetet. Néhány futballstadion áráról beszélek, tehát ennyiből megoldható lenne az, hogy Magyarországon sok tízezer olyan ember, akinek a napi megélhetése kerül veszélybe a március 1-től, hiszen elestek a korábbi támogatásoktól, ezeket meg tudja kapni. Költségvetésről csak annyit, hogy semmiféle gazdasági oka nincs annak, hogy május-júniusban tárgyalja, hogy fogadja el a parlament a költségvetést, ennek semmiféle pozitív hatása nincs semmiféle gazdasági folyamatra. A mi helyzetértékelésünk szerint feltehetően a Fideszen belüli egymásnak feszülés, a kormánypárt összezuhanása az oka, és talán azt, hogy a miniszterelnök attól fél, hogy ősszel már nem tud mindenhez többséget sem teremteni a saját frakciójában is a parlamentben, tehát egyértelműen hatalompolitikai okok állnak amellett, hogy teljesen példátlanul és teljesen alaptalanul az év első felében tárgyaljuk a 2016-os költségvetést, miközben ugye még azt se látszik, hogy 2016-ot milyen állapotban zárja a magyar államháztartás. Köszönöm szépen! Köszönöm én is a két kollégának az elmondottakat. Akinek kérdése van, kérem most kezdeményezzen. Parancs! Kácsó Zsoltok a Rükszövetságtól. Én igazából Debrecenből jövök, és azért hangsúlyozom, mert Debrecenben évek óta eléggé gyöngén szerepel az MSZP, és az egész hagyjuk be, mennyire érvényesen. És azt látom, hogy ennek a gyönge szereplésnek nem elsősorban az oka, hogy ott ügyes volt a Fidesz, hanem az, hogy káder hiányos az MSZP, nincs elég utánpótlása a fiatalok körében. Egy egyetemi városról beszélek, ahol az egyetemről a fiataloknak nagyon sikerült megszólítani, és azt szeretném megkérdezni, hogy az MSZP elnökeként mit tesz azért, milyen napi feladatai vannak annak érdekében, hogy a mostanában sokkal jobban meg lehessen erősíteni a helyi MSZP szervezeteket, annak érdekében, hogy a 2018-as választás ne legyen egy hatalmas kudarc megint. Köszönöm szépen, bár általában az ember a pártról, a párt belső működéséről és annak az átalakításáról kevésbé szeret beszélni, mert hogy ez nem mondások kérdése, hanem cselekvés kérdése, és azt önnek érzékelnie kell majd.
De pontosan ezért kezdtük el az alulról való építkezést, és választókerületi szintre mentünk le. Tehát az elmúlt fél évünk az arról szólt, hogy amúgy az elmúlt negyed században kialakult belső szervezeti struktúrát átalakítsuk annak érdekében, hogy sokkal nyitottabb legyen, és a helyi közösségek, a helyi társadalomban meglévő problémákat sokkal érzékenyebben befogadó és arra megoldást, képviseletet és védelmet adó politika alakuljon ki helyben. A nyitást azt nagyon sokszor elmondták már az elmúlt évtizedekben a politikai pártok, hogy nyitni kell. Meggyőződésem, hogy a Magyar Szocialista Párt ezzel a lépésével pontosan abban az irányban tett egy nagyon határozott lépést, amit ön fölvetett kérdésként. De ez nem már holnapra történik. Tehát itt azért régi, úgymond beidegződések, régi munkamódszereket kell újjá alakítani. Ez egy új kultúrát feltételez, meggyőződésem, hogy az összes vitánk mellett mindenki egyetért abban, hogy a választókerület, sőt tovább megyek, amúgy a település lenne az elvárható szint, ahol el kell jutni, hogy a települések problémájával foglalkozzon a képviselő, az önkormányzati képviselő, az a párt közösség, amely ezen a településen működik, és nem a nagy politikával, mert az emberek a nagy politikát azt megnézik. Ami viszont őket érdekli, az a helyi dolgaik, az ő magán ügyük, ha úgy tetszik, ami a településen van. Aki arra keres választ és annak ad képviseletet, na az nyeri el a társadalomnak a többségét. Ezt mind a 106 választókerületben elindítottuk, hát ugye egy háromnegyed év sincs, egy fél év van mögöttünk ebben az értelemben, tehát én jövő év ilyen harangodi találkozóján, amennyiben a megye újfent megszervezi, biztos, hogy tudok számot adni arról akár önnek, hogy milyen eredmények vannak, amelyek lehet, hogy már az ön hétköznapi életében is, tehát akár Debrecenben is látszani fog. További. Amennyiben nincs, akkor megköszönjük a érdeklődést. További kellemes napot kívánunk mindenkinek.